A téli színházi esték 11. alkalommal hívja kalandra a kultúrára vágyókat, akik idén is kedvükre válogathatnak az esték kínálata programsorozatból. Igyekeztünk olyan darabokat választani, melyek egyszerre szólítják meg a színházba rendszeresen járókat, illetve azokat is, akik ritka vendégek a teátrumokban. Kínálatunk a következő. Január 21-én vasárnap belecsapunk a közepébe, és a felvidéki magyarok szolgálatába állítjuk a Zene, Tánc, Humor című közkedvelt gálát. Ez lesz az első helyi előadás. Közreműködnek az Iringó Táncstúdió növendékei, Emmer Péter gitáros, az idei Harmónia díj birtokosa az év dala kategóriában, és Szabó Barbara szőgyéni táncos. A Goldies a legkisebb szlovákiai magyar swinges big band, a Mafia Swing and Roll, Salik Zoltán, Bánki Anna táncosok közreműködésével, valamint Melecski Kristóf és Laboda Róbert, a Slam Poetry hazai nagymesterei. Február 18-án vasárnap a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét ellátogatunk a fővárosi nagycirkuszba, Budapestre, a Győztesek Karneválya című produkciót nézzük meg. Február 24-ére rendkívüli ajánlatunk van, mert az Experience Tánc Színház előadásában a Gyöngyhajú lány balladája, a Musicalek Alfája és Omegája című előadás kedvéért utazunk Budapestre, a Ram Colosseumba. Az előadás 17 órakor kezdődik. Az Omega együttes és az Experience közös produkciója, amelyben olyan világszínvonalú slágerek csendülnek fel, mint a Trombitás Frédi, a Régi csibészek, az Ezüst eső, a Petróleum lámpa, Ha én szél lehetnék, vagy a Gyöngyhajú lány. Főbb szerepekben Szomor György, Kós Réka, Fésűs Nelli, Lux Ádám, Erkárpáti Péter, Simon Panna Bogi és Békefi Viktória láthatók majd Román Sándor koreográfiájára, akik egy fiatal lány felnőtté válásán keresztül idézik meg a Balatonpartot, a tó ősi mítikus legendáit. Március 3-án hazai előadás lesz soron. Régi kedves barátainkat köszöntjük a színpadon. A Magyarok Dalszínház az Ankónai Szerelmesek című komédiája elröpít egy letűnt világba. Oda, ahol a nő szelíd és karcsú, a férfi erős és bátor. Ahol télen hideg van, nyáron meleg van, ahol a tavasz zöld, az ősz meg sárga. Egyeztetés alatt áll a tavalyi évad legsikeresebb musicalje, amely a Víg Színház nagy büszkesége. Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk zenés játék két részben. Mindnyájan emlékezünk a történetre, amikor a vörös ingesek elrabolják Nemecsek kedvenc üveggolyóit, emlékezünk a gittegyletre, a füvészkertre, a csatára, a Grundon és Nemecsekre, aki feláldozta magát a Grundért és társaiért. A magyar irodalom legszívbemarkolóbb alkotása. Legyen kultúra a karácsonyfa alatt is, szívből kívánjuk, hogy találja meg mindenki a számára legvonzóbb előadást, és azt, hogy minél többször találkozzunk a nézőtéren, élvezve a községünkbe érkező művészek játékát.